Minden időszakban fokozott figyelmet kell fordítani házaink, lakásaink biztonságára. Mégis az ősz beálltával a hosszú, sötét téli esték még inkább lehetőséget adnak a rossz szándékkal tevékenykedőknek. Azonban egy kis odafigyeléssel sokat tehetünk ingatlanjaink biztonságáért. Erről beszélgetünk ma. Köszöntöm a stúdiónkban Weyer Zoltánt, az egyik biztonsági cég vezetőjét. Jó napot kívánok, üdvözlöm a nézőket! Azt szeretném elsőként megtudni öntől, hogy mennyire jellemző az utóbbi években, jobban odafigyelünk a lakásaink, házaink biztonságára? Hát az idei éves tapasztalatok szerint sajnos nem. Tehát főleg a nyári időszakban, amikor szabadon vannak a nyaralók, riasztók sincsenek sajnos bekapcsolva, mert ott vannak az emberek, ott élnek, ott vannak. Legtöbb, tehát nagyon sok besurranás történik ilyenkor, amikor éjszaka, napközben, és erre nem nagyon figyelnek oda az emberek. Az idén elég sok ilyen 4-5 betörésről tudok, ahol ott aludtak és éjszaka mentek be. Nem veszik komolyan az éjszakai bekapcsolást, hogy éjszaka is be lehet kapcsolni a rendszert. Igen, ez a nyári időszakra jellemző, és mi történik, hogyha éppen a nyaralókat említette, mi történik abban a jó fél éves időszakban, amikor gyakorlatilag alig tartózkodnak az ingatlanjukban? Akkor kevesebb betörés van. Tehát akkor jobban odafigyelnek? Akkor odafigyelnek, bekapcsolják a riasztót, tudják is, gondolom, akik, tehát a betörők, vagy a zsiványok, hívjuk akárhogy őket, tudják, hogy akkor nem tudnak bemenni, úgyhogy nem vesszük észre őket, hogy egy kicsi a település, gyorsan oda lehet érni. Ilyenkor viszont nyáron tisztában vannak vele, hogy nem kapcsolják be a riasztót, és bemernek menni úgy, hogy ott vannak, ott alszanak, és a fejük mellől viszik el az értékeket. Tehát ez most sok ilyen volt. És mi a helyzet az állandó lakosokkal? Ők talán megelégszenek azzal, hogy mindig otthon tartózkodnak, van esetleg kutya is az udvaron, a kertben, vagy azért fordítanak már arra anyagi eszközöket is, hogy különböző módon védjék az ingatlanjaikat? Egy része igen, egy része még nem veszi ezt komolyan. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy nagy elmozdulás nincsen ebben a témában? Már egy picivel talán képest? Több, mint évekkel ezelőtt. Tehát az idei évben nagyon sokan kerestek meg minket, tehát hogy ilyen szerintem duplájára nőtt, akik megkerestek minket, nyaralók, helyi lakosok, hogy védjék ingatlanjaikat, de még szerintem nagyon sokan nem gondolják át. Igazából ezt úgy lehet számolni, hogy most már egy ilyen 20 éve én ebben a szakmában dolgozok, hogy egy 10 évente történik egy házba betörés. És sokan úgy gondolják, hogy ezt megkockáztatják, és megvárják, és nem költenek rá. Bár én úgy gondolom, hogy amiről beszéltem is, ez az éjszakai betörés, ez az, ami engem zavarna, meg zavar is, mert én is úgy élek, hogy éjszakára beélesítem a riasztót, én erre összpontosítanék, nem. Akkor nem vagyunk otthon, akkor is érdemes védeni a házat, de nem szeretnék úgy felébredni, hogy valaki szembe jön velem a házba. Tehát akkor különösebben nem köthető ez évszakhoz, mert azt gondolnánk, hogy most már tényleg hosszabbak az esték, és az talán alkalmasabb arra, hogy besúranjanak és betörés, lopást kövessenek el, de akkor ezek szerint ez minden évszakban ugyanilyen veszélyt jelent. Minden évszakban így van. Ilyenkor, amikor már ugye hosszabbak az esték, amit említett, tehát ez már meg is kezdődött, tehát már egy pár héttel ezelőtt volt is egy ilyen betörésünk este 9 órakor. Hál' Isten elmenekültek, tehát nem, megfogni sajnos nem tudtuk őket. Tehát tudták, hogy riasztó van, és nem vártak meg minket, de viszont kárt nem tudtak okozni. Tehát be se jutottak a házba. Egyébként mennyi az az idő, amikor a riasztó megszólalásától kezdve önök kiérnek a helyszínre? Hát ezek itt pár perc, tehát ilyen 2-3 percek szoktuk mérni, de hogy mennyi idő alatt érünk ki, és tehát a kenesei legmesszebb részek is ilyen 3-4-5 percen belül ott tudunk lenni. Igen, mert azt nem mondtuk el nézőinknek, hogy az önök cégének a telephelye, székhelye Balatonakaratján van. Tehát az Akaratja és a Kenese ingatlanokhoz gyorsan kiérnek. Így van, Balatonakaratja, Balatonkenese, meg a környékbeli Főkajár, Csolyág, ezek viszonylag közel vannak, gyorsan meg tudjuk oldani, tehát ilyen 5-10 percet vállalunk, tehát kimondottan figyelünk, hogy hány perc alatt érünk oda, és 5 percen belül általában oda tudunk. Tehát akkor ezt úgy képzeljük el, hogy önök állandó készültségben vannak, és hogyha megszólal a riasztó valamelyik ingatlanban, akkor rögtön indulnak is. Így van, van egy diszpécserünk, meg van egy járőrünk, tehát két ember mindig ügyel, és csak ezzel foglalkozik. És ez ugyanúgy igaz a nappali időszakra is, meg az éjszakára is, ugye? Ez 24 órában.
Nos, és akkor nézzük, hogy milyen lehetőségek vannak, hogyha ha úgy döntünk, hogy abszolút szeretnénk biztonságba helyezni az ingatlanunkat. Induljunk el a kertkaputól, bejárati kerítéstől. Kültéri rendszereket is szerelünk, tehát lehet, tehát az ugye a kertkapu az már kültérhez tartozik. Van sok ilyen, aki úgy gondolja, hogy már az épületig ne jussanak el, mert nem egy rossz gondolat, nagyon nehéz védeni külteret. Tehát abból nagyon sok a tévesriasztás, tehát sokat kell vele foglalkozni. Drága is, tehát az sok pénzbe is kerül, de viszont megvédi az ingatlan. Tehát, hogyha már körberakjuk kültéri rendszerrel a házat, akkor már, hát a kertkaput talán még nem, de a kertkapun belül gyorsan észre tudjuk venni, hogy van ott valaki. Ezt még lehet biztonságosabbá tenni, akár kamerával is, és ezt tudjuk távolról figyelni, tehát rögtön észrevesszük, hogy ott téves riasztás van, vagy éles riasztás, tehát van ott valaki. És említi, hogy lehet kültéri rendszer kamera is, és még milyen más lehetőség van? Hát a kültéri rendszerből van többfajta mozgásérzékelő, infrasorompó, igazából ezt a két dolgot alkalmazzuk a kültéren, meg ugye hozzá, amit említettem, a kamerát, de a kamera azért az nem jelez, ő csak megfigyel, és azt kisegítőként tudjuk hozzá használni, hogy rátekintünk interneten távolról, hogyha látunk egy riasztást, hogy ott egy mókus ment be, vagy éppen valaki van a területen. Akkor ez a kamerarendszer azért javarészt megkönnyíti a munkájukat, hogyha valódi betörés történik, akkor rögtön a tettest is látják a kamerán keresztül. Így van, az nagyon sokat segít nekünk, meg ugye említettem, hogy sok téves riasztást hoz egy kültéri rendszer, és akkor nem fölöslegesen nem kell mennünk, hogyha nem, tehát a téves riasztás van. Illetve mi úgy szoktuk kiépíteni a kültéri rendszereket, hogy ugye zónákra van osztva, tehát több érzékelőt teszünk fel, és mindegyiket egyenként látjuk, és teszünk egymással szembe akár kettőt, és két jelzésünk van, hogyha ott valóban van valaki. Tehát ha az egyik jelez, akkor valószínű, hogy nincs, mert a másik nem látja. Így ez megkönnyíti a munkánkat. Úgy nagyságrendileg mennyibe kerül egy ilyen kültéri rendszernek a felépítése, mondjuk a kamerás és a másik említett eszközöket is nézzük meg? Hát ez épülettől függ, de egy ilyen érzékelőnként kültéri rendszernél egy ilyen 30 000 forintot kell sajnos számolni, az elég drága. Ez egy ilyen csúcs kategória már. Kicsit lehet olcsóbbakat is, azokkal nyilván több probléma van. Érdemesebb a drágákat megvenni. Kameránál pedig hát ott már akár ilyen 10 000 forint környékén is darabját meg lehet venni, és viszonylag most már jók is. Tehát jó minőségűt szolgáltatnak, jó képeket lehet produkálni. És akik önökkel kötnek szerződést, éves viszonylatban, vagy ez egy ilyen határozatlan időre szóló szerződés? Hát akár havi lebontásban is lehet, tehát valaki csak kimondottan télen kéri, valaki egész évben. Tehát 99%-ban egész évben kérik, tehát egész évben őrizzük a házat. Támadásjelzővel, riasztóval, tehát ugye a támadásjelzővel segélyt tudnak kérni, hogyha valami gondjuk van. Illetve telefonos bejelentésre is megyünk, már volt rá példa ott az elmúlt hónapban, hogy kimondottan kérték, hogy segítsünk, mert valaki van a kertben, és arra is mentünk. Jó, és akkor haladjunk befelé, következik a bejárati ajtó. Ezt hogyan, milyen módon lehet védeni? Hát beltéren ugye két dolgot szoktunk javasolni, vagy egy olyat, hogy nincsenek otthon, és akkor úgy védik mozgásérzékelőkkel a házat, vagy úgy, hogyha bent szeretnének lenni, és úgy szeretnénk biztonságban tudni magukat, akkor nyitásérzékelőkkel. Tehát minden egyes nyílászáróra nyitásérzékelőt teszünk, plusz teszünk mozgásérzékelőt is, mert amikor elmegy otthonról, akkor kapcsolja be úgy, hogy a mozgásérzékelő is, és illetve a nyitásérzékelő is, de ha éjszakára otthon marad, akkor be tudja kapcsolni a nyílászárókat, tehát úgy értem, hogy bárhol megnyílik az ajtóablak, akkor jelzés megy hozzánk, illetve ott is jelez a rendszer. És melyek azok az eszközök, amelyeket leggyakrabban használnak azok, akik igénybe veszik az önök szolgáltatásait? Hát legtöbbször mozgásérzékelőt kérnek, tehát erre az éjszaka üzemmódra nem kimondottan figyelnek oda. Mindenkinek szoktuk javasolni, de sokan úgy vannak vele, hogy kicsi a ház, a nyaraló, és ők észreveszik, hogyha történik valami. És itt is úgy nagyságrendileg mondjunk egy számot, mennyibe kerül egy ilyen mozgásérzékelő rendszernek a kiépítése? Hát egy komplet rendszer, ami hozzánk be van kötve, ilyen három érzékelős, ilyen 100 000 forint környékétől.
tehát 100 000 forinttól fölfele, attól függ, ugye, hogy mekkora az épület, de egy kisebb házra körülbelül ennyibe kerül. Na, aki ezt megfizeti, akkor teljes biztonságban érezheti magát. Hát teljes biztonságról, ugye, tudjuk, nem beszélhetünk soha, tehát 100%-os biztonság nincsen, de én úgy gondolom, hogy nyugodtan aludhat, hogyha egy ilyen rendszert szerel, bármi történik, akkor mi menni fogunk. Nem, tehát az évek során, amik történtek, tehát nagy kár nem fog történni. Tehát az ajtóig eljutnak, bent már nem tudnak akkora kárt okozni. És milyen szolgáltatást tudnak biztosítani azoknak, akik idegenkednek az elektronikus eszközöktől, vagy például a kis nyugdíjasoknak, akik szeretnék magukat biztonságban érezni, de nem futja ilyen mértékű beruházásra? Hát így a mechanikai védelmeket nem szerelünk, tehát ami ilyen rács, meg ami kimondottam körbe az ajtót, ablakokat védené. Támadásjelzőt külön tudunk biztosítani, tehát az is elektronikai, de az csak egy távirányító, mint egy autó távirányító, és azzal tud segélyt kérni, hogyha ha bármi történik, bármit lát, rosszul van, akkor azt ő megnyomja, és mi perceken belül ott vagyunk. Gyakran veszik ezt igénybe? Ebből viszonylag kevés van. Tehát inkább a nyaralókat védjük a normál mozgásérzékelős rendszerekkel. Támadásjelzőből nem, szerintem egy 10-15-nél több nincsen. Együttműködnek-e különböző rendfenntartó szervekkel? Gondolok a települési polgárőrségre, polgárőrségekre, illetve a rendőrségre. Igen, a rendőrökkel ők abszolút, sőt van egy kollégánk, aki rendőr, és főállásban rendőr, és mellette dolgozik nekünk diszpécserként. És hogyha ha gondunk van, mi mindig a rendőröknek szólunk, és gyorsan ott vannak. Tehát mi is biztonságban érezzük magunkat, hogyha valami baj van, szólunk nekik, és jönnek, segítenek. És hogyan képzeljük el, hogyha betörés vagy lopás történik, akkor hogy működik ez a rendszer a gyakorlatban? Hát ugye mi kapunk egy jelzést, egy számítógépen feljön egy riasztási jelzés az épületről, és utána a diszpécser dönti el, hogy ez most téves riasztás, vagy esetleg a tulajdonos van, azt is látjuk, ha ott a tulajdonosnak nem sikerül kikapcsolni, akkor telefonon jelezzük neki, hogy mi észrevettük, látjuk, hogy ott van a házba kinyitotta a riasztót. Hogyha nem, akkor pedig a járőr kimegy, és tehát a diszpécser küldi a járőrt, és a diszpécser már el tudja dönteni, hogy kell rendőrt is küldeni, tehát látjuk a jelzésekből, hogy akár több jelzés jön az épületen belül, akkor valaki van ott, és akkor a rendőri segítség is kell nekünk. Ha nem, akkor csak a járőrünk megy ki, megnézi, és ő dönti el, hogy ugye mit lát az épületen, hogy bementek, fel van-e törve valamelyik ajtó, vagy valamilyen esemény történt-e. Hogy telik önöknél egy nap, egy 24 órás szolgálat? Hát viszonylag hál' Isten nyugodtan. Illetve hát sajnos a téves riasztások az elég nehéz kiszűrni, illetve nem is tudjuk, mert nyaralokról van szó, tehát nem takarítják őket nap mint nap, és a pókok sajnos megviccelnek minket, és elég sok téves riasztás van ősszel-tavasszal. Télen már egy nyugodtabb napok, éjszakák vannak, de sajnos vannak olyan napok, amikor 100 kilométereket is megyünk a területen, mert annyi a téves riasztás, és nem tudjuk eldönteni. Tehát nem kockáztathatjuk azt, hogy nem megyünk ki egy riasztásra, mert úgy gondoljuk, hogy ott egy pók van, meg kell néznünk mindegyiket. Úgy kell kezelnünk, mint egy éles riasztás. Milyen végzettséggel kell rendelkezni ahhoz, hogy egy biztonsági cégnél dolgozzon valaki? Hát nálunk vagyonőri vizsga kell minden, tehát a diszpécsernek, járőrnek, ahhoz, hogy ezt a munkát elvégezhesse, illetve kell egy szerelő, aki szerel, tehát egy szerelőt mindig tartunk, aki javítja a rendszereket, karban tartja, tehát annélkül nem is működhetünk. Vájer úr, végezetül arra szeretném kérni, hogy foglaljuk össze, hogy mit tehetünk az ingatlanjaink biztonságáért, még egyszer mondjuk el nézőinknek. Tehát mindenki, akinek ilyen nyaralója van, illetve én a helyi lakosokra is gondolok, akik ott laknak, hogy egy alapvédelmet azt mindenképpen javasolnék, hogyha nincsenek otthon, akkor be tudják kapcsolni, illetve aki félősebb, az egy olyan védelmet, ahol az a nyitásérzékelőket, illetve az ablakokat, ajtókat is tudja védeni, és éjszakára be tudja élesíteni, és ugye ezt lehet kombinálni esetleg még egy kültéri védelemmel, ahol kamerával, kültéri mozgásérzékelőkkel lehet védeni a házat, és ugye a kamerákra gondolva, hogyha bármit hall a kültéren, ő körül tud nézni a
tévére rá tudjuk kötni, telefonjára rá lehet tenni. Az egy nagyfokú biztonság, tehát abban már, akiknek szereltünk, mindenki ezt azért belátja, meg átlátja, hogy ez mekkora biztonságot ad neki, hogyha bármi történik a ház körülő körbe látja, illetve jelzést kap róla, ha bemennek. Hol lehet elérni önöket? Mi Balatonakaratján vagyunk, mint távfelügyelet, ott megtalál minket mindenki, hogyha ha ránk gondol. Köszönöm a beszélgetést, remélem sokat tudtunk segíteni nézőinknek. Köszönöm szépen!